közszolgálati témakörben, hiszen a közfoglalkoztatása rendszerének változásáról lesz szó, hiszen hát úgy gondolták, a változással minél több munkavállalót próbálnak bevonni a rendszerbe, de az önkormányzati közmunkafoglalkoztatásnak a változásai, hát van, ahol nem tetszenek bizonyos önkormányzatoknak, stábunk Horton járt. A mai napon azért hívtuk össze önöket, hogy néhány szót váltsunk. Eredményes munkát végeztünk tavaly, és rátok számítanánk az, ebben az évben is a munka során. Majd meglátjuk persze, hogy a munkahelyi központtal ezt hogyan tudjuk rendezni. Heves megyében Horton járunk. A polgármester a közfoglalkoztatás idei változásáról tájékoztatja az embereket. Két embernek van még január végéig szerződése a hivatallal. Azt, hogy utána mi lesz velük, azt még ők sem tudják. Nekem középfokú végzettségem van, és adminisztrációval foglalkoztam előtte is, és itt is azzal foglalkoztam. És mióta dolgozik itt a hivatalban? Nekem már lejárt a szerződésem, én egy évet voltam itt. Most a munkanélkülibe jelentkeztem be, és folyamatosan próbálok állást keresni, és hát reménykedem, hogy valahová felvesznek. Én 60-ban dolgoztam az aprítógépgyárnál, 2010-ben szűnt meg, utána munkanélkül lettem, és 2010 májusától vagyok itt a hivatalban. Az ember hall, mindenhol információt nézzük, rádió, tévét, kollégákkal beszélgetünk, tehát senki sem tudja igazán. Azt tudjuk, hogy ez így ebben a formában megszűnt, tehát minket már nem tudnak meghosszabbítani. Én is ezt a 4 órás variációt hallottam, hogy erről tudok, ami azt szerintem nevetséges. Hogy mi is ez a 4 órás variáció, az mindjárt kiderül. A szociális ügyekért felelős hölgy az új változásokról szóló papírhalmaz tanulmányozza az asztalán. Az elmúlt évben az önkormányzat 17 főt tudott köztélú foglalkoztatottként alkalmazni. Ezt napi 8 órában tudta megtenni minimálbérért, és a bér plusz járulékainak 95%-át utólagosan megkaptuk. Január 1-től teljesen megváltozott ez a rendszer, és az eddigi közcélú foglalkoztatás az egy az egyben megszűnt. Ezt követően, aki bérpótló juttatásra jogosult, azokat lehet majd napi 4 órában foglalkoztatni, 2 és 4 hónap között. Ugyanúgy megkapjuk a munkabérüknek és járulékainak a 95%-át, illetve még 5%-os plusz juttatást is kaphatunk. Csak hát problémás az, hogy 4 órában lehet őket foglalkoztatni, és hogy ilyen rövid idő tart, amíg. Az új szabályozást nem fogadta osztatlan siker. A rendelkezésre álló támogatás új neve a bérpótló juttatás, ami 28.500 forint. Azért, hogy ezt az alapellátást jövőre is megkapják, az idén minden munkanélkülinek valamilyen formában legalább 30 napot kell dolgoznia. Úgy gondolom, hogyha csak 4 órásba tudnak fölvenni, a minimálbérnek ugye a felér, ami cirka 28.000 forint. Hát, megpróbálunk munkát keresni, ami sajnos most nem nagyon, különösen műszaki látásban. Szóval majd kiderül, hogy mi lesz. Mindenképpen jobb volt szerintem a régi, mert ez nagyon meghúzza most a hivataloknak a határait, hogy embereket hogyan alkalmazhatnak, és hát így mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak sokkal nehezebb lesz, mert a munka nekik is ugyanannyi, és nem tudnak embert alkalmazni rá. Az önkormányzatok sem értik az új rendszert, ők ugyanis azokra a településen élő munkanélküliekre alapoztak, akiknek egyébként volt használható végzettségük. Így egy kisebb hivatal, mint a Horti is, 4-5 állandó alkalmazott mellett feltétlenül számított ezekre az emberekre. Ez a 17 fő, ez számunkra nagyon hasznosan dolgozott, nagyon hasznos volt, hogy rendelkezésünkre állt, mert az összes olyan munkát, amit az önkormányzatnál el lehetett volna végezni, azt a jelenlegi létszámunkkal a 4-5 fővel nem tudtuk volna elvégezni. Az ő segítségükkel viszont igen. Kerítést építettünk, színpadot gyártottunk, ajtókat javítunk. Meg amit kell, minden. Középfokú végzettségem van nekem, és elektroműszerész szakmám, illetve ipari olaj- és gáztüzelési berendezések szervízelése. Elektromos javítások, karbantartások, kandelábereket állítottunk föl a könyvtárudvarban itt is. Hát minden, ami kapcsolódik ehhez a dologhoz. Büszkén mondják és mutatják, milyen munkákat végeztek a településen. Új tér épült, új buszmegállók, a könyvtár épületében ablakcserék, új vizes blokkok készültek el.
lépcsők belül és kerítés kívül. Mind-mind értelmes munkaeredménye, mondják, amit most nem tudnak folytatni. Az új szabályok szerint pályázni kell a hivataloknak a munkaügyi központok felé. A pályázat azt jelenti, hogy ha én most kérek 15 embert, akkor nekem adnak 15 embert. Ebben ezek között az emberek között lehet olyan, aki egészségügyileg alkalmatlan, aki lehet, hogy a magatartása miatt alkalmatlan. Tehát jobb lenne, ha mi is eldönthetnénk, hogy kiket akarunk foglalkoztatni. Tehát nem biztos, hogy a jól bevált embereket kapják vissza. Ráadásul végzettségtől függetlenül minden munkát el kell vállalniuk. A 4 órás korlátozás miatt pedig minőségi munkát nem lehet rájuk bízni. Hogyha hosszú távra próbálunk embereket fölvenni, ott az önkormányzatnak kell nagyobb százalékban hozzájárulni az ő támogatásukhoz. 30% azt hiszem az a mérték. Ezzel viszont az önkormányzat nem rendelkezik. A jogalkotó a közfoglalkoztatásnál abba az irányba próbálja az embereket terelni, hogy vállaljanak munkát. Tehát a munka irányába. Azt gondolom, hogy ezzel egyet is érthetünk, mert ez egy olyan jó dolog, csak hogy nincs munkahely. És ez az előre. A vissza, az pedig maga a segély. Az 28.500 forint. Vagy bárminek is nevezzem. Az olyan minimális összeg, hogy ebből ma Magyarországon nem lehet megélni. Ha én munkanélküli lennék, valószínűleg megfontolnám, hogy a fekete munka irányába lépnék el, hiszen valamiből a családomat fenn kell tartani. Lényeg a lényeg, hogy eddig az önkormányzatoknak kötelező volt munkát biztosítani a munkanélküliek számára. Most ez a rendszer megszűnt, tehát abban a régi rendszerben a munkanélküliek muszáj volt számukra mindent bevállalni, ha diplomásak voltak, ha nem. Tehát megszűnt ez a rendszer, most azok az emberek, akik dolgozni akarnak, kihez fordulhatnak, kérdezem Szedlai János polgármestert, Encsencs polgármesterét, a Magyar Falu Szövetség alelnöki. Köszöntöm Önöket. Kihez fordulhatnak? A falusi ember, hogyha problémája van, akkor az önkormányzathoz fog fordulni, történetesen a polgármesterhez. Ez nem változik. Az sem változik, hogy az embereknek dolgoznia kell. Úgy gondolom, a gyökeres változás az ott keresendő, hogy a kormány szándéka az, hogy az elsődleges munkaerőpiacra visszaterelje az embereket. Ami önmagában lehet, hogy pozitív cél, de a bevezetés körülményeivel, azzal nekünk önkormányzatokkal elég sok problémánk van. A problémánk az több részből tevődik össze. Egyrészt a rövid és a hosszú távú foglalkoztatást én külön választanám, hiszen az új rendszerben lehetőség van a bérpótló juttatásban részesülőknek a 4 órás foglalkoztatására. Ez például a mi településünkön körülbelül egy 240 embert fog jelenteni ebben az esztendőben, és ennek a 240 embernek próbáljuk meg majd két havi ciklusokban megszereztetni azt a 30 napos kötelezettséget, ami alapján jogosult lesz a segélyre. Tehát én ezt nem is igazán nevezném közfoglalkoztatásnak, hogyha a valós nevén nevezném, akkor egy kényszerítő 4 órás munka a segélyhez való hozzájutáshoz. De ugye az volt a cél, hogy a 8 helyet, hogy 4 órás munka, hogy minél több embert bevonjanak ebbe. Ezt hogy értékeli a rendszerbe? Az, hogy minél több embert bevonjanak, szerintem a szándék nem ez. Szerintem a szándék éppen az, hogy minél több embert elirányítsanak az önkormányzati közfoglalkoztatásból, hiszen ez a 4 órás foglalkoztatás, ez semmiféle különbséget nem jelent, számottevő különbséget a segélyösszeg és az itt keresett pénzösszeg között. De megteheti az önkormányzat, hogy 4 óránál tovább foglalkoztatja, csak kigazdálkod egy bizonyos keretet, amiből fizet? Van lehetőség az önkormányzatnak egy szűk létszám vonatkozásában ettől nagyobb órakeretben foglalkoztatni, 6 vagy akár 8 órában, de ennek a pályázati feltételeit ismerve ennek elég kicsi a százalékos aránya. Hogyha 240 bérpótló juttatásra jogosult embert nézem a mi településünkön Encsencsen, akkor körülbelül a 10% alatt marad az a létszám, amihez a 6 vagy 8 órás foglalkoztatáshoz kaphatok pénzügyi keretet. Tehát a 90%-ának 4 órás foglalkoztatási lehetőséget fogok tudni felajánlani, aminek a különbsége szinte minimális a segélyhez viszonyítva. Ez a 23.500 forint mire elég? Nem nő
a feszültség az ön 28.500, bocsánat. Hogy nő a feszültség, hasonlítsuk össze az előző évet, mondjuk a december 3-ai fizetésnapot és a következő havi fizetésnapot. Az elmúlt évben az önkormányzaton kb. 120 fős átlagfoglalkoztatással foglalkoztatott a közfoglalkoztatásban közcélú embereket, akik 6 órás foglalkoztatásban 45.000 néhány száz forintot vittek haza. Most ki lehet számolni, hogy mi a különbség a 28.500 és a 45.000 forint között. Ez nem tűnik talán olyan rendkívüli különbségnek, de a falusi ember, a nálunk élő, meglehetősen alulképzett munkaképes korúak számára ez a különbség számottevő. Ezért a különbségért én szinte korlátlanul kaptam közfoglalkoztatásra embereket. Viszont a december 31-ével minden szerződést fel kellett bontanunk, így szándékosan mondtam a december 3-ai fizetést, és konkrét számadatom is van. December 3-án 8.700.000 forintot fizettünk ki fizetésként a közfoglalkoztatásban részesülőknek. Ugyanez az összeg februárban ez csak 5.100.000 forint lesz. Tehát látszik, hogy a település szinten havi bontásban több mint 3.500.000 forinttal lesz kevesebb az az összeg, amit az emberek jövedelemként hazavihetnek. Éves szinten ez 35-40 millió forintra fog rúgni. Jól értelmezem én azt, hogy az önkormányzatnak most az új rendelkezés alapján például nem is kötelessége, hogy munkát szerezzen. Mert nem. Ezzel számomra elindul egyfajta akár megélhetési bűnözés is, mert több lesz a munkanélkül. Igen, ettől mi is tartunk, hiszen ez a foglalkoztatási forma már nem vonzó. Ez kényszer lesz, ezt mi is érezzük, a 4 órás foglalkoztatás, és mi is tartunk attól, térségi polgármesterek beszélgettünk már erről, mi is tartunk attól, hogy bizonyos szinten megnövekedik a bűncselekményeknek a kockázata. Egy családban továbbra is egy fő igényelhet bérpótló juttatást? Igen. Igen. Én ugye nem értem például azt sem, hogyha jól értelmezem, akkor ez a 30 napos kötelezettség, ahogy én olvastam, és majd igazat ad vagy sem, kiváltható például egy 6 hónapos képzéssel, amit a munkaügyi központok szerveznek, most bólogasson vagy mondja, hogy igen-e. És a kérdés az, hogyha ez így van, akkor ezt a munkaügyi központok mennyire fogják bírni? Tehát van-e annyi lehetőség, hogy mondjuk, ha az emberek ezt választják? De nem tudom, jól mondom-e. Tehát vannak olyan képzési formák, amivel ki lehet váltani. Ezzel nincs is probléma. A munkaügyi központok szerepe ebben a dologban rendkívül fontos. Az önkormányzatom és a munkaügyi központ napi kapcsolata rendkívül jó. Tehát én azt látom, hogy az önkormányzat munkatársa és a munkaügyi központok munkatársai együttesen próbálunk megoldásokat találni. A megoldás az lenne a megoldás, hogyha ezt az óriási létszámú embert valamilyen szinten egyéb foglalkoztatás felé tudnánk terelni. A kormány szándéka is ez. De például a mi térségünkben most kb. 4.000 munkanélküli van a mai nap folyamán, ez egy 20 települést magába foglaló térség, és szerintem kb. Egy 6-700 fős létszámnak tudnának munkát adni. Az összes többi ember az segíten kell, hogy maradjon. Hát igen, folytatnánk. Elcsen Csolta lehet, vagy egyébként? Mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagyunk, a román határtól néhány kilométerre. Hát akkor meg nagyon köszönjük, hogy onnan eljött ma reggel, köszönjük szépen, és hogy itt volt. És megnyugtatom önt is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ígérete szerint reagálni fog a felvetendő kérdésre.